Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Indul a magyar futballidény, úgyhogy ismét jelentkezik a hétközi forduló, az NB1.hu magyar futballt kibeszélő műsora, amelyben továbbra is az új idényben is négy vendéggel beszélgetünk aktuális kérdésekről a magyar labdarúgással kapcsolatban. Néhány szolgálati közleménnyel szeretném kezdeni az új évadot. Érdemes feliratkozni a YouTube csatornánkra, hiszen így követhető minden műsorunk. Így az egy interjúk, a Gegenpressing, és hát új tartalmakkal készülünk folyamatosan. És a TikTokon is be lehet bennünket követni, ott egy kicsit könnyedebb tartalmakkal készülünk. A mai műsorban pedig nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, itt van velünk Séfer András, Berla Attila, Szombati Pál és Apjog Gergely. Sziasztok, hogy vagytok, hogy telik a nyár? Séfi, először hozzád fordulok, még mindig egy ilyen nagy hát mankóval érkeztél, vagy egy lábgéppel, nem is tudom ennek mi hivatalosan a neve, szóval mikor csizma. Láthatunk? Csizma. Ilyen jó melegben kellemes lehet ezt viselni folyamatosan. Szuper. Szóval hogy vagy, mi a helyzet, mikor látunk a pályán? Igen, ezeket a kérdéseket gyűlölöm most a legjobban mostanában. De... Minden nap megkapod 1000-szer. De először is köszönöm a kérdést. Most itt nagyon sok embert tájékoztatunk, úgyhogy ők biztos, hogy nem fogják megkérdezni közeljövőben. Hát igazából azt jól vagyok, amennyire ilyen állapothoz képest jónak lehet lenni, de azt még nem tudok arra pontos választ adni, hogy mikor térek vissza. A csizma az szeptember 1-ig lesz rajtam, és onnantól kezdve azért kicsit már felgyorsulnak a dolgok. Itthon készülsz, vagy itthon rehabilitálsz, hogy mikor kell jelentkezned, mikor vár vissza a Berlin, mennyire tartjátok a kapcsolatot, hogy képzeljük el ezt a dolgot? Szinte napi szinten beszélek a fiziósokkal, az erőnléti edzővel, meg helyenként az edzővel is, de ilyen személyes kontaktra csak gyakorlatilag havi egyszer kell sort keríteni. Most egyébként a hétvégén fogok kiutazni az edzőtáborba hozzájuk. Bal szerencsés séfít ezekkel a sérülésekkel, de azt hiszem a bal szerencséről te is tudnál egy picit mesélni, Attila, te ugye Honvéd kapusa voltál aztán egy sérülés miatt, hát egyelőre még nem tudni, hogy hogyan alakul végül is a sorsod. Igen, egyelőre nem úgy áll a helyzet, hogy a közeljövőben csapatom lesz, viszont a nyarat is próbálom igazából sportolással tölteni, hogy mikor tudok a pályára visszatérni, ezt egyelőre nem tudom. Elkezdtem külön edzéseket végezni, a lábamról minél nagyobb terhet levenni, és a kapus technikai dolgokat próbálom először visszahozni az emlékezetbe. Pali, te focizgattál a nyáron? Elméletben, gyakorlatban? Hétfőn utoljára, minden héten kétszer legalább pályán vagyok, hétfőn nagy pályán, szerdán inkább kis pályán. Meg már várom, augusztus 5-én biztos megyek meccsre, mert a szlovák bajnokság nyitófordulójára, a Dac játszik az újonc kassával, arra megyek, mert a kisfiam olyan felvezető lesz, úgyhogy neki nagy élmény lesz, igen. Akkor ez nagy élmény, a kisfiadról majd szeretnék még a mai műsorban kérdezni. De Gergő, hát egy picit azért te is mesélj, mert nyilván a magyar futballban is nagy események történtek, de a te életedben pedig személyesen hát ja. Külön extra dolgok is. Ja. Igen, bekötötték a fejem. Igen, úgyhogy most már nincs menekvés, de azt hiszem ez egy nagyon jó dolog. Legalábbis de továbbra is járhatsz. Igen. És továbbra is járunk Fradi meccsre, igen, és ráadásul ugye most hétvégén volt az esküvő, és hát előtte múlt héten azért kimentünk még a nagy idegeskedésbe, kinéztünk még a Rupama arénába, úgyhogy az még dobott egyet a hangulaton, de azért a hétvége az szerencsére hozott egy kis jó kedvet is azután, amit múlt héten megéltünk. Amúgy hát ugye az urakkal ellentétben inkább az amatőr foci vonaláról jövök, és nálunk is most, mivel idén 100 éves a Hidegkúti Sportklub az Egyesület, ezért volt egy nagy nemzetközi torna, jöttek Csíkszeredából, Komárnóból csapatok, utánpótlás csapatok, úgyhogy nálunk is zajlott az élet, de most pihenő van. Hát neked Nászúton kéne lenni, nem? Ma megyek, innen megyek. Az volt a terv, hogy reggel megyünk, de aztán jött a meghívás, és akkor mondom, nem megyünk, majd ezután megyünk. Tuti valami stadionba. Igen. Na hát nagyon... Köszönöm mindannyiótoknak, hogy így a nyár közepén időt szakítottok ránk. Bár ugye a futballistáknak azért ez most nem nyár közepén, hanem tényleg a hétvégén elkezdődik a magyar bajnokság. Egy picit rendhagyó lesz ez az első adás, most nem fogom felolvasni a híreket, hiszen azt hiszem, hogy mindenki tájékozódott itt az elmúlt időszakban arról, ami történt pozitív és negatív értelemben is, úgyhogy hát elsőként Szoboszlai Dominikről szeretnénk beszélgetni a mai műsorban. Azt hiszem, hogy ezen a nyáron ő az, aki
aki mindent visz azzal, hogy a Liverpool leigazolta őt az RB Leipzigtől 70 millió euróért, és hát úgy tűnik, hogy eléri a célját, elérte a célját azzal, hogy egy igazi sztárklub játékosa lett ilyen korán már ezen a nyáron. Megvan-e már a Szoboszlaimet, rendeltetek-e esetleg, vagy terveztek-e kisfiad ilyen szempontból? A kisfiam megölne, hát ő Chelsea szurkolóm. Tényleg? Igen, meg igazából én is, úgyhogy... És egy Szoboszlai nem ér meg annyit, hogy csapatot váltson? Hát a magyar válogatott, az jó, az teljesen. Hát nem kell ez nem a különbözőt csapongani a klubok között. A magyar válogatott az tökéletes. De akkor magyar válogatott Szoboszlai meze van, vagy esetleg Schäfer? Hát Schäfer. Schäfer csak is, persze, abszolút. Köszönöm. Abszolút. Na mégis, mi volt az első gondolatotok, amikor kiderült ez az átigazolás, ti biztos azért folyamatosan beszéltetek, kommunikáltatok. Mi volt az első üzenetváltás köztetek, hogyha mondjuk esetleg erről egy picit hallhatunk, amikor kiderült és hivatalossá vált ez az egész? Igazából tök rendes volt a Domi, mert ahogy hivatalossá vált, szinte fel is hívott ő engem, hanem nem akartam zavarni. Nyilván azért gondoltam, hogy kb. Több ezren kereshetik, de tök rendes volt, felhívott. Fülig ért a szája. Igazából kérdezte, hogy mikor jössz társashozni Liverpoolban. Igen. Ugye a Chelsea-ben vagyok aztán. Nem, de úgyis. Nem. Nagyon örülök neki, meg ahogy kivettem a szajokból, meg látom minden nyilatkozatát, ő is nagyon örül ennek az egésznek. Szerintem ez egy óriási dolog. Megnézted már, hogy így mennyire nehéz eljutni Berlinből Liverpoolba? Gondolom nem annyira, mert mesélted egyébként korábban, hogy... Hogy Berlin sokkal jobb város lehet, mint Liverpool, úgyhogy ezt ő nézegesse. De... Csak mondtad ugye, hogy azért viszonylag ti közel éltetek egymáshoz, és azért elég intenzíven tartottátok a kapcsolatot elvonatkoztához. Biztos vagyok benne, hogy még így a szezon elején az egyik meccsére megpróbálunk kimenni, így barátnőstül, aztán meglátjuk, hogy ez melyik mérkőzés lesz. Ha jól tudom, pont Londonban kezdenek a Chelsea-nál, úgyhogy az például egy jó mérkőzés lehet. Mik azok a tulajdonságok szerintetek, amik őt eddig repítették? Ugye néztem a sajtótájékoztatót, amit itthon tartott, és annyira örömteli volt egyébként látni ezt a vagányságot, és ezt a derűt és jókedvet, ami egyébként ebből a csapatból, mert az édesapjával és Eszterházi Mátyással ők tényleg egy csapatot alkotnak. Szóval ami árad belőlük, és az a fajta magabiztosság, ami végül is tényleg célra vezető volt. Az egészben a reakcióban az extrém szerintem, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt ez, amit most megélünk vele, aminek most örülünk, ez nagyjából az volt akkor a mi focinknak, amikor mondjuk a Sándor Károly Akadémiáról Liverpoolba, a tartalékcsapatba kikerült Német Krisztián, vagy a Gula, vagy mondjuk Barcelonába, utánpótlásba a Tajti Matyi. Most nem ez van, hanem most a felnőtt játékosainkat viszi a Liverpool, a Hoffenheim, ki tudja, hogy hova fog menni, Bundesliga csapatokat emlegetünk, itt az úriember a Bundesligában játszik. Nyilván akkor is voltak nekünk Gerazolink, akkor is volt nekünk, nem tudom, Frey azt mondani, mondjuk Halmosink, vagy Priskinünk, vagy akárki, akik eljutottak ideig, de most valahogy azt érzem, hogy persze örülünk neki, meg hatalmas dolog, de tök jó érzés, hogy az egész, mintha egy kicsit olyan természetesebb lenne. Kérdezi, azt mondjuk, hogy ez számunkra szenzáció. Én azt gondolom egyébként, hogy azért ez világszám. Tehát, hogy a Liverpool beharangozta az ő érkezését, hogy hype-olták, ahogy készültek hogy arra, hogy bejelentsék azt, hogy megtörtént az aláírás, az nekem olyan volt, ahogy egy világsztárral bánnak egyébként. Igen, abszolút. Én is azt gondolom, hogy a Liverpoolnál is gyakorlatilag világsztárként kezelik a Liverpoolba. Szóval az a 70 millió eurós kivásárlási ár is azt mutatja, hogy vele nagyon komolyan számolnak. És egy kicsit itt visszatérnék arra, hogy mégis hogyan érte el ezt a célt, hogy szerintem te fogalmaztál legjobban, hogy ez egy cél volt számára, és nagyon sok fiatal focista álma inkább az, hogy Liverpool, Chelsea, Barcelonában játszon, ő viszont ezt úgymond egy célként tűzte ki maga elé, és ennek alárendelt mindent, hogy ezt el tudja érni, és szerintem ez volt a siker kulcsa, meg természetesen az a magabiztosság, amit te is mondtál, hogy amit egyébként a magyar válogatottnál is látni, hogy aki ott pályára lép, olyan magabiztossággal lépnek ki a fűre, hogy gyakorlatilag nem tudnak hibázni, nem tudod elképzelni, hogy ők hibázzanak, mert higgadtan felépítik a játékot akár hátulról, és ez Szoboszlai Dominikra is abszolút igaz. Számomra ő már jó ideje, hogy figyelem, és ennél az átigazolásnál, ennél a szintugrásnál is nagyon kijött. Olyan magyar Cristiano Ronaldónak mondanám olyan szempontból, az a fajta tehetség, ami
ami a munkába, az állhatatosságba is, amit ugye már többen említettetek, hogy nem hagyta eltántorítani magát, egész kisgyerekkorától kezdve arra koncentrált, hogy én ezt végig fogom járni és meg fogom csinálni. Ez szerintem egy nagyon különleges tehetség kell hozzá, tehát én ilyen értelemben érzek egy ilyen párhuzamot az akaraterőben, az alázatban, a mindent alárendelek a céljaimnak, mentalitásban, ami őt jellemezte, és aminek most ez a szintlépés, ez jól megmutatta, hogy mennyire végig gondoltan és tudatosan életem gyakorlatilag szinte minden percét, a munkáját, hogy mivel fog foglalkozni, hogy hova akar eljutni, és ami ebbe belefért, és ami fontos volt, azt nap mint nap csinálni, felállni, felkelni, lehet, hogy elsírja magát az ember, vannak nagyon nehéz periódusok, de ebbe én a legjobb akarok lenni. Ilyen értelemben látok én egy párhuzamot, egy sportemberi párhuzamot kettőjük között. Egyébként most már egy elég széles kis társaság alakul ki, amelynek te is részese vagy, akik nagyon büszkék lehetnek arra, amit elértek, és ki tudja tényleg, hogy hol van még ennek a vége, reméljük, hogy nagyon messze. Számodra egyébként inspiráció, amikor egy ilyen történetet látsz. Ráadásul azért, hogy tényleg nagyon jó barátja vagy, testközelből tudtad végigkövetni ezeket a folyamatokat, ahogy ő végül is ugye idáig eljutott. Szóval mondjuk, akkor te is kitűzöd mindezek után, vagy ettől függetlenül is akár célként, hogy ez elérhető a Premier League, akár milyen jó lenne akkor tényleg egymás ellen majd játszani. Szóval vannak benned ilyen gondolatok? Persze, abszolút. Szerintem ez egy jó motiváció mindenki számára, nem csak a kisgyerekek számára és akik a tévé előtt ülnek, hanem számunkra is, akik mondjuk a csapattársai, haverjai lehetnek. Elsősorban természetesen nem az motivál, hogy most majd ellenfélként játszunk együtt, hanem tényleg az, hogy a saját karrieremet építsem. Jelen pillanatban sajnos most nekem tényleg most nem tudok azokban gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha jövőre mondjuk leigazolna egy Premier League csapat, hanem most tényleg csak a rehabilitációmra és az egészségemre tudok fókuszálni. De még egyszer mondom, szerintem ez egy óriási motiváció lehet mindenki számára ebben az országban. Szerinted egyébként most ez a nagyobb változás az ő életében, vagy a játékos karrierjében, ez a nehezebb lépés, vagy az, amikor Salzburgból a Lipcséhez került? Nyilván az is azért egy komoly szintugrás volt. Szerintem abszolút ez a nehezebb. Ez a nehezebb? Miért? Hát mert Liverpoolról van szó, most nyilván a Lipcsé is azért egy nagyon jó klub, az évek során elképesztő, hogy honnan építette fel magát a csapat, de azért az amint látjuk, nagyon sok példa van arra, mégiscsak a Salzburgból egy átmenetre szokták használni ezek a szuper tehetséges játékosok, és úgy gondolom, hogy a Salzburg már egy olyan focit játszik, és olyan szinten jó, még akár egy BL csoportkörben is, hogy onnan nem azt mondom, hogy kis lépcső a Lipcse, de onnan sokkal inkább megugorható a Lipcse. Megint más, hogy a Domi már szinte kész játékosként érkezik Liverpoolba, ahol, amint említettétek, tényleg olyan kulcs szerepet szállnak neki, amit a kivásárlási ára is tükröz, és úgy gondolom, hogy nem kételkedek benne, tehát biztos, hogy meg fogja állni a helyét, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lépcső, és hogyha itt megállja a helyét, akkor tényleg azt mondom, hogy határa csillagoség. Nem beszélve arról fertelmes brit időjárásról, hogy az is. Hát igen, bár hozzáteszem, ott Kelet-Németországban se az volt annyira jó. Igen. Egyébként mennyire mondhatjuk, hogy azért ez a magyar labdarúgás sikere? Ismerjük az ő történetét. Na de mégis, hogy egy kicsit kontextusba helyezzük ezt. Jó lenne ugye azt érezni, hogy ez egy picit a miénk is. Hát azért, igen. Hát én azt gondolom, hogy ez azért elsősorban az ő és a családja, illetve az őket körülvevők sikere. Hát ő ugye nem a magyar akadémiai rendszerből került ki, azt hiszem, hogy azt elmondhatjuk. Én nagyon örülök neki, és kellettek ehhez a válogatott sikerek, és kellett ehhez az is, hogy ő helytálljon a válogatottba, de ez jelen pillanatban azt még nem mondhatjuk el, hogy ez a magyar bajnoki rendszernek, vagy utánpótlás rendszernek, vagy akadémiai rendszernek a sikere. Hát azt például látom, hogy a Velencei tónál élve, hogy ott a kisrácokat focizva, hogy milyen vonzereje lett már jó régóta a Fehérvári Főnixnek, amit
amit végül is az édesapja, meg a barátja a srácok miatt is és köré épített fel annak idején. Tehát ilyen értelme biztos, meg egyébként is hatalmas vonzereje lehet, akár a magyar futballképzésre is az ő, vagy Andris, vagy mások kiemelkedő sikerének, de azért ebbe egyetértek veled, hogy azért ilyen értelemben itt még mindig úttörőkről beszélünk, akikről nem azt tudjuk elmondani, hogy bementek a magyar futballképzésbe, és a végén mondjuk 19 évesen úgy jöttek ki onnan, vagy 18 éves, hogy elvitte őket egy tóbbbajnokságba szereplő klub. De most majd hát, ha lesznek új arcok, ugye Szalai Ádám, ugye most az új arc. Hogy inkább csak az, hogy egy irány mutat, tehát kaput nyithat, esetleg mondjuk jobban kihasználhatja a futball az ő édesapjának a tapasztalatát és tudását, meg egyáltalán a magyar piacra esetleg jobban odafigyelnek majd a nagyobb bajnokságok, mint eddig, tehát egy kicsit talán könnyebb lesz mondjuk elindulni a top irányába. Lehet ez egy ilyen, hozhat-e a ti életetek ilyen változást, szerinted? Én úgy gondolom, hogy hozhat nyilván egy-egy ilyen Liverpoolos példa, szerintem az nem elég, hogy most jó, minden scout. Jó, te példád is, ne szerénykedj, mert Bajnokok Ligájában indul a csapatod, top bajnokság top klubjában játszol, tehát ennek a csomagnak te ugyanúgy a részese vagy. Persze, de most ha még mindig megnézzük a környező országokat, hogy ott hány top ligás játékos van, akkor úgy gondolom, hogy ez a 8, ez most a Bendy Wolverhampton a Wolvesnál kezdi a felkészülést, akkor legyen 8, meg a Négo ugye igen, a Lőákban van, eddig azt is top ligának számítottuk, hogy akkor legyen ez a 8-9. Úgy gondolom, hogy azért a 4 évvel vagy 3 évvel ezelőtti számhoz képest azért az egy elég jó szám. De ha körbenézünk, én még mindig azt gondolom, hogy még van egy kis elmaradásunk, hiszen gyakorlatilag a fél osztrák válogatott, de lehet inkább az egész a Bundesligában játszik, a szerbeknél, horvátoknál is azért nagyon sok a topligási játékos, és úgy gondolom, hogyha egyre több ilyen Liverpoolos példa lesz, amiben például szerintem akár a Milos is, neki is egy következő lépcső lehet, talán még nem a Liverpool, de egy szintén hasonló jó nevű csapat, akkor azért tényleg már elkezdhetnek, meg el is kezdenek Magyarország felé kacsingatni a scoutok, meg a csapatok egyre jobban. Nyilván ez is nagyon segít, de úgy gondolom, hogy egy példa azért még nem elég. Igen, ugye a legfrissebb, ugye Kerkez Milos átigazolása, és hát Szalai Attila is megérkezett a Bundesligába. Nem tudom, hogy végül mennyire lehetett közel a csapatodhoz, van erről esetleg valamilyen infód, vagy megkerestek-e esetleg a klubodnál vele kapcsolatban, hogy mesélj egy picit, mert nyilván azt is tudjuk, hogy azért az emberi kvalitásokat azért legalább olyan mértékben feltérképezik, mint amennyire a futball tudást. Szerintem csak szimpla érdeklődés volt a részünkről. Én is nagyon meglepődtem, amikor fellebbentek a pegykák, mert tényleg azért ez egy olyan összeg volt, pláne nekünk, ami elég irreálisnak tűnt. Azt hiszem az Avoniért fizettünk utoljára 8 vagy 9 millió eurót, és nem gondolnám, hogy bár egy nagyon jó, de védővel fogjuk ezt a rekorddíjat megdönteni. De nagyon örülök neki, hogy tényleg ilyen jó helyre került az Atti, mert a Hoffenheim úgy gondolom, hogy már évek óta egy nagyon stabil, ha nem is élcsapat, de volt, amikor mondjuk Bajnokok Ligájában játszottak, Szalai Ád is korszakban is egyébként, úgyhogy szerintem egy nagyon jó helyre került, ahonnan nagyon könnyű lesz még egy lépcsőt ugrania. Egyébként azért, hogyha ez a válogatott majd így szépen mindenki egészséges lesz, és hogy megnézzük... Hát, ha lesz ilyen valaha, jó. Jó, optimist, legyünk optimisták. És azért eljön majd a pillanat, hogy téged is újra láthatunk a nemzeti csapatban, és akkor azért már ott lesz Szoboszlai, Sallai, Schäfer, Kerkez, Vili Orbán, Gulácsi Péter, tehát ez egy olyan brigád lesz így, amit szerintem nem szeretnének majd ellenünk játszani különösebben a csapatok. Abszolút olyan játékosok fogják alkotni a magyar válogatottakat, akik a Bundesligába játszanak, a Premier League-be játszanak, számos jó klubba játszanak, és szerintem olyan brigád alakult most ki a válogatottnál, akik ellen senki nem akar játszani. Ugye láthatjuk akár a korábbi Európa-bajnokságon franciák, németek, de most az Európa-bajnoki selejtezőkön is szerintem mindenki tart azért egy kicsit a magyar válogatottól, és ez abszolút egy pozitív út lehet számunkra. Ez volt a beszélgetésnek a kellemesebb része.
És akkor most rátérnénk a Ferencvárosra. Mondtad, Gergő, hogy kim voltál a Classic elleni hazai találkozón, amelyet ugye a Ferencváros 3-0-ra nagyon simán elveszített, ez pedig azt jelenti, hogy ki is esett a Bajnokok Ligájából, és a Konferencia Liga selejtezőjében folytathatja majd az együttes. Úgyhogy a nagy tervek azok elég korán összeomlottak, a BL volt a cél, a BL csoportkör lett volna a cél az együttes életében, most egyelőre akkor át kell csoportosítani az energiákat a harmadik számú európai kupasorozat felé, amelynek persze egyébként a csoportköre, vagy akár aztán az egyenes kieséses szakasza megint csak lehet egy siker, menthető ez a szezon így? Hát én azt hiszem, hogy élmény szinten biztos, hogy szükség lenne rá a szurkolóknak, illetve ahhoz, hogy újra egymásra találjon a szurkoló és a csapat. Ugye hát ez anyagilag egy hatalmas kiesés, tehát hogy innentől akár, hogyha a döntőig is menetel a Fradi, akkor nem tud egyszerűen annyi pénzt keresni ezzel, mint hogyha mondjuk eljutott volna a csoportkörig, vagy az Európa Ligába elérte volna azt, amit tavaly elért, vagy legalább a csoportkört. Nem tudom, hát én voltam azért már egy pár Fradi meccsen, tehát én már láttam olyat, amikor itthon még a régi Üllői úti Albert Florian stadionban kikaptunk 2-0-ra az MTZ Ripo Minsktől, vagy édesapámmal szegénnyel a legutolsó közös Fradi meccsünk, egy Tirana elleni Zakó, tehát azért már pár kiesést megéltem. És akkor, hogyha egy sorrendet kell felállítanod, akkor most ez a legutóbbi, ez hanyadik pozíciót éri el? Hát ez azért volt a legfájóbb, mert van egy stadionunk, van egy csapatunk, van egy nagyon-nagyon magas költségvetésünk, tehát hogy mindig beszélünk kötelező körökről, de én azt gondolom, hogy most már ott tart a Fradi, hogy ez igenis kötelező kör kellett volna, hogy legyen. Nem is az a baj, hogy kiestünk, hanem a baj az, hogy két meccs alatt nem volt kaput eltállalövése a Ferencvárosnak, ami azt gondolom, hogy hogyha a Trabzonspor ellen játszottunk volna, vagy a CSKA Moszkva ellen játszottunk volna, akkor sem történhet meg. Nem tudom, engem Fradi szurkolóként annyira nem viselt meg, pont a tavasz miatt. Mert hogy én azt láttam, hogy ennek a klubnak van egy, már évek óta egy nagyon komoly fejlődése és építkezése, és mondjuk erre a tavaszra elfogyott arra, amikor az Európa Ligába az egyenes kieséses szakaszba jutott, és egy nagyon az európai futballban egy elég komoly rangot kivívó eredményt ért el. Ott az ember látta, hogy valami, tehát hogy amikor tudod, mész föl menetelsz évek óta, utána elfogysz. Tehát azt látok a tavasszal, én nem tudom, hogy lehet, hogy a télen meg tavasszal nem volt idő, vagy nem kellő időben gondolták végig, hogy ez hogy fog utána történni. Nyilván minden klubnál, most a Liverpoolról is beszéltünk. Tehát, hogy vannak különféle ciklusok. Ez most egy nagyon fájó és kellemetlen pofon volt, mert ugye ezeket nagyon szimbolizálni lehet, hogy hát itt vannak a félamatőrök, meg a 5. ligába focizott 3 hete utána fölvette a kapuskesztyűt és újra véd. Ezek csodálatos történetek egyébként a futball, sajnos most a Ferencváros a szenvedőse, de valójában csodálatos történetek, hogy ilyen még létezik a futballban. Ugyanakkor a Fradinál azt láttam, hogy igazolt, jó futball, tehát megint igazoltak jó focistákat, de valahogy az egész tavasz olyan gyanúsan nem stimmelt a bajnokságban sem, hogy egy ilyen apályos időszaknak látta az ember, hogy hát, hogy ebből megint hogy lehet fölállni majd a nyáron ennyi új játékossal, számomra is voltak értetetlen dolgok. Például én a Vécsei Bálintot például nem értettem, mert őt eléggé stabilnak, meg meggyőzőnek láttam az elmúlt évben, de mindegy, hát nem az én dolgom, hát fel van építve egy koncepció, de egyszerűen az elmúlt évek sikerei után szinte törvényszerűnek is éreztem, nyilván nem ilyen módon, meg ilyen pofonnal, de annyira szóval engem nem sokkolt, és nem lepett meg, hogy ebben azért lesznek hullámvölgyek. Illetve még egy dolog, bocsánat, hozzáfűző, hogy az is igaz, hogy tényleg tehát a legrosszabbat fogta ki a Fradi, tehát az, hogy a harmadik gólnál, amit válogatottunk első számú hálóőre Dibusz Dénes szegény elkövetett, 15 év alatt nem csinált soha ilyet, most nem sikerült neki odaérni. Van egy kapusunk, úgyhogy egyértelműen az ő nyakába lehet varni. Tehát azt gondolom, hogy nyilván hibázott a gólnál, viszont
nem akkorát, ahogy ezt most fel van fújva maga az egész potyagól. Egy rossz pozíciót vett fel már az indítás pillanatában, nagyon magasan helyezkedett, amikor pedig a ferőeri csatár már lövésre lendítette a lábát, már akkor se állt jó helyen, és nem próbált gyorsan visszahelyezkedni a megfelelő pozícióba, és amikor érintette a csatár lábát a labda, akkor egy rettentően gyorsan próbált meg a rövidre visszahelyezkedni, viszont a lövés az nem volt annyira erős, meg gyors, jól helyezett, mint amire szerintem ő számított. Igen, nem és volt ezért, igazából egy jó lövés. Igen, nem volt egy jó lövés, gyakorlatilag fel volt kínálva a kapunak a rövid oldala, és az teljesen üresen tátongott. Gondolom Dénes is azt gondolt, hogy oda akarja lőni a csatár. Próbált nagyon gyorsan visszahelyezkedni a megfelelő szögbe, és gyakorlatilag túlfutotta a labdát, amikor pedig már visszaszeretett volna vetődni érte, talán kicsúszott a lába is, és ezért se tudott hárítani. Úgy gondolom, hogy ettől a góltól nem lesz egyáltalán rosszabb kapus, vagy bármi. Illetve ez a harmadik gól volt, szóval Fradinak addig tényleg kapura lövése nem volt, szóval nem gondolom, hogy ez bármilyen szinten befolyásolta volna a mérkőzés alakulását. A Fradihoz téged milyen érzelmek kötnek egyébként? Jó hallani, hogy mindenki Fradi szurkol rajtam kívül. Nem Fradi szurkolok. Bocsánat, akkor igazából semmi. Tehát nyilván magyar csapat. Nem viselt meg ez a történet. Hát nekik szurkoltam természetesen, de... Nem a klaksiknak. Nem. De így a lélektanáról tudsz egy picit mesélni, hogy vajon tényleg mi van ilyenkor a játékosokban? Tehát azért a válogatottnál is megértünk olyan időszakot, mondjuk a 16-os EB után, amikor a nagy eufóriát követően azért nehéz volt újra Andorra, meg nem tudom milyen meccseken megint csak úgy teljes melszélesség és lendülettel elkezdeni egy újabb időszakot. Szóval, hogy valóban van ennek azért valami törvényszerűség, vagy lélektana, hogy kell ezt elképzelni, vagy egy játékosban mi történik? Természetesen, amikor tényleg már egy kiesési mérkőzést játszik az ember az Európa Ligában, és utána megy Kecskemétre, a Kecskeméti stadion most nem lebántva, én hatalmas Kecskeméti szurkoló vagyok, az egyik legjobb haverom ott játszik, tehát tényleg csak azért az teljesen más. Nekünk is más, amikor mondjuk a Puskásba játszunk 70 ezer ember előtt, és utána mondjuk Dunaszerdahelyen játszottam a Mihalovce ellen, ami tényleg egy nem tudom, 4-5 ezeres város, és a stadion is olyan, hogy nem a legvonzóbb egy játékos számára, tehát azért természetesen nagyon nehéz, nagyon nagy a kontraszt a két szituáció között, tehát más, amikor tényleg egy olyan mérkőzést játszol éjszaka, ami mindenki figyel, vagy más, amikor egy kötelezőt kell tudnod egy, hogy fogalmazható, fél profikból álló csapat ellen. Nyilván meg kell ezt ettől még csinálni, de úgy gondolom, hogy azért gyakorlatilag az egész tavalyi szezon a Fradinak olyanra sikeredett, hogy ennek azért voltak jelei. Nem az, hogy most ebbe a fordulóba esik ki a Fradi, hanem hogy mondjuk nem olyan biztos az, hogy bármelyik európai főtáblára is, vagy csoportkörre is bejusson. Speciál egyébként ugye a tavalyi idény egyik kiemelkedő játékosa, most már a te csapattársad Lajdudi személyében, bár hát sajnos még ugye ti olyan túl sokat nem találkozhattatok. Vajon nem tudom, hogy van erről információt, hogy ő mennyire figyeli, vagy figyelte, vagy beszéltél esetleg vele erről a Fradi meccsről? Erről nem, de egyébként sokszor kérdeztem, és biztos vagyok benne, hogy figyelte, mert nagyon szeretett itt élni Magyarországon, nagyon imádta a Fradit, imádta a szurkolókat, és tényleg sokszor mondta, hogy hiányzik is neki egyébként a Ferencváros, úgyhogy természetesen magyarként ez tök jó volt hallani, hogy egy külföldi csapattársamnak a Magyarország és egy magyar klub hiányzik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy tartja még a kapcsolatot az itt lévő játékosokkal, és hogy követte az eseményeket. Egyébként a Fradi neve azért tényleg az utóbbi időszakban megint egy rangot jelent. Pláne mondjuk ugye a Leverkusennel játszott tavaly a csapat ugye az Európa Liga egyenes kieséses szakaszában, tehát ami ugye számunkra nyilván egy hatalmas szenzáció volt, hogy tavasszal is van magyar együttes nemzetközi porondon, de hogy akkor hogy emlékszel vissza mondjuk egy Leverkusen mennyire tisztelte, mint ellenfelet a Ferencvárost? Nyilván vannak ellenpéldák, hogy a mai fociban valaki nem tiszteli az ellenfelet, például most, de azért higgyétek el, 99%-ban minden csapat tiszteli a soron következő ellenfelét. Ezért is, hogy az, hogy a magyar válogatott egyre jobban szerepel, ez azt jelenti, hogy egyre jobban készülnek ránk az adott esetben. Én
úgy gondolom, hogy azért a Leverkusen nagyon tisztelte a Fradit, ugyanakkor túlságosan nem, mert megverte őket, meg tényleg nem az volt, hogy húha, a Ferencvárossal játszunk, mert miért is lenne az persze. Egyébként, tehát egy német top csapat, egy magyar top csapat ellen, azt mondom, hogy a legjobb esetben az egy kikimérkőzés kell, hogy legyen. De úgy gondolom, hogy a Fradinak nagyon megnőtt az ázsió így az elmúlt 3-4 évben, és szerintem egyre komolyabban jegyzik őket az európai futballban. Nem is véletlen, hogy több játékosokat már Bundesligába csábítják, akár például a Lajdunit is egy Bundesliga csapat vette meg, és szerintem itt is Fradi tökre jól kihasználhatná, hogy a fiatal játékosokat minél gyorsabban és minél több fiatal játékost építsen be, hiszen az is szerintem egy nagyon jó pénzszerzési lehetőség lehet, és azért erről ők már, bocsánat, de nem nagyon voltak híresek, tehát Nagy Ádi most listás, és nem nagyon tudok még több példát magyar oldalon. Nem mondom, én nem vagyok Fradi szurkoló, úgyhogy tényleg jobban tudjátok. A Fradiban minden benne van, tehát a Fradiban a társadalom, a politika, tehát ilyenkor mindenki megtalálja azt, hogy na ugye megmondtuk, na megint ez a ki van tömve, föl van pumpálva, és akkor amikor a sikerek voltak, akkor ugye hát jó, oké, hát ez nem magyar csapat, tehát ugye mindig van egy olyan fajta érzelem, meg izgalom, meg ilyen polarizáció a dolog körül, ami most megint csak ugye rengeteg embert átfordít ebbe, hogy akkor most, de szerintem azért az elmúlt éveket, amit mondtad, az nem jó, jó, de ez azért is van, mert általában mindenki a bajnok ellen szurkol, és mindenki a legjobb csapat ellen persze, szurkol. Úgy, persze, az is benne van, így van, és ezzel nincs is baj szerintem. Ja, ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye mi volt a cél az elmúlt 10 évben, az, hogy minél többen járjanak ki meccsre, amikor mondjuk nyár közepén, nem tudom, az Intertotó kupába pályára lépett a Lombard pápa, valószínűleg kint volt 400 néző, most viszont egy Ferrari csapat ellen, akikkel előtte egy héttel játszik egy 0-0 Ferrari a Ferencváros, kimegy 18 000 ember, hát én voltam a régi Puskás stadionban olyan magyar-román mérkőzésen, barátságos mérkőzésen, amiről most nem tudnám elkezdeni, barátságos mérkőzés ne lenne teltházas, hogy voltunk 1500-an. És most kimennek a Ferrari bajnok ellen 18 000 ember. Úgyhogy a stadionban közben Guns N' Roses koncert van. Igen, úgyhogy mellette Guns N' Roses koncert van. Tehát, hogy viszont akkor látni kell, hogy nyilván ugye a cél az, de hogy ezáltal, hogy minél több embert megmozgatsz, minél több ember ott lesz, ezáltal nyilván a népharag is sokkal nagyobb lesz akkor, hogyha hát inkább legyen ilyen társadalmi pszichózis, meg legyenek ilyen viták, mint a közöny. Ez a fásultság, meg a közöny, amit említettem, az a futballnak is a halál, azt gondolom. Igen, hát most viszont már azon izgulok, hogy csütörtök este, amikor majd egy időben játszik a konferenciáligában két csapatunk, akkor vajon melyiket fogom nézni? Valószínűleg a Fradit, de azért ettől függetlenül már ilyen izgalmak vannak, hogy négy csapatunk is nézhetjük. Hát ez milyen jó. Hiszen nász úton leszel, és nem tudsz kimenni. Hát igen, de azért szerintem majd valami online okosságot. Ugye megvan, szóval rögtön tudjuk a következményt, tehát még aznap este menesztették Csercseszovot. Szerintetek jó döntés volt-e? Valóban ő az egyértelmű felelőse ennek a tavasztól elkezdődött mélyrepülésnek, vagy esetleg inkább volt ez elhamarkodott, és időt kellett volna hagyni? Mit gondolsz? Nem gondolnám, hogy ő a hibás ebbe az egészben, ami történt akár tavasszal, akár ezen az egy párharcon, hiszen szerintem a Ferencváros szurkolók sokan emlékeznek arra, hogy a történelmi csodákat is úgymond vele élték meg, az Európa Liga menetelést is. Most nem emlékszik erre senki. Igen, jelen helyzetben képesek elfelejteni az emberek, viszont... Az odaadók ilyen ő volt, nem? Viszont az, hogy az önneki a menesztése mennyire volt elhamarkodott vagy sem, azt nem nagyon tudom megítélni. Szerintem ez nagyba fog attól is függni, hogy milyen lesz a jövő. Igazából csütörtökön a Shamrock Rovers ellen játszanak a Konferencia Ligában, aztán majd el fog kezdődni az NB1-es menetelés, szóval nagyrészt az fogja eldönteni, hogy jó volt ez a változtatás. Ugye Máté Csaba irányít majd most a közeljövőben Leandro segítségével, vagy pályaedzői tevékenységével. Van egyébként olyan nevetek, akit szívesen látnátok a Fradi élén? Akár esetleg szűkebb környezetünkből? Máté Csaba. Tehát te örülsz az ő kinevezésének? Ott van most már 12 éve. Azt hiszem, hogy olyan edzők mellett dolgozott végig, akik mindegyik
hogyha nem is volt teljesen tökéletes, de mindegyiknek megvolt a maga fifikája, a maga hozzáértése, valamiben, ha vagy szigorban, vagy technikában, vagy akármiben, mindegyik nagyon jó volt. Ő nem véletlen, hogy végig ott volt mindegyik mellett, egyik se küldte el maga mellől. Mindig, amikor be kellett ugrania, akkor eredményesen ugrott be. Én szerintem megérett rá, és én szerintem nem tudom most, hogyha ezt a kupaszezont még el akarjuk érni, most idehozni valaki teljesen újat. Hosszú távon persze lehet benne gondolkodni, de én szerintem ez most nem egy SOS dolog. Tehát most csütörtökig vagy jövő hétig nem kell ide hirtelen egy új edző, hanem aki ismeri a játékosokat, tudja, hogy kik ők, akkor velük szépen ezt, és aztán hosszú távon lehet nyilván egy új vezetőedzőbe gondolkodni, de szerintem most nincs hova rohanni. Abban biztos vagyok, hogy rövid távon valószínűleg én sem változtatnék, ugyanakkor azért most már 12 éve másodedzőből szerintem nagyon nehéz előlépni vezetőedzőre, szóval azt tudom, nagyon hogy... más szerep. Igen, azt tudom, más hogy szerep. Egyrészt a játékosok szemében is az egy ott elfogadtatni magad egy nagyon nehéz dolog, másrészt saját magadnak elfogadni, hogy most te vagy a góré, az is szerintem... Én eddig jó zsarú voltál, most te lennél a rossz. Ez... Igen, szóval azért ez nem egy egyszerű feladat, tehát nem mondom, hogy nem lennék az őjében, mert biztos azért erről is álmodott, hogy ő irányíthassa a Ferencvárost, de hát a legjobbakat kívánom. Igen, egyébként, ahogy ugye mondjuk Löw Zsolt esetében is látjuk, hogy vannak olyan karakterek, akik ebben tudnak tökéletesen kiteljesedni, és ebben a legjobbak, de vissza, mit szólnál Lipcsei Péterhez, vagy te, mint fradista, hát, kinek örülnél? Nyilván most, tehát amikor klublegendákat vesznek elő, Lampardtól, tehát olyan futballistákat, akik kötődnek a közeghez, akkor ez ilyen nehéz helyzetekben szokott igen gyakran előfordulni, mert ugye az ő hitelességét akkor a közönség irányába be kell dobni, és föl kell használni. Mondhatjuk azt, hogy a Fradinak ez egy innentől kezdve egy átmeneti év, konferencia, liga, persze lehet, én Róma szurkoló vagyok, tehát tudom értékelni, hogyha konferencia ligát nyer az ember klubja, igen. De hogy ha valamikor, akkor most ez is egy opció és egy lehetőség, hiszen bajnokságot kell nyerni, fölényesen kéne bajnokságot nyerni a Ferencvárosnak, hogy ezt a tavaszt megint... De miért? Miért kellene fölényesen bajnokságot nyerni? Hát ez lett az ő célkitűzésük, én nem azt mondom, hogy... De miért nem elég megnyerni 3 ponttal a bajnokságot? Mert szerintem a Fradi tábor, főként egy ilyen nemzetközi kudarc után valami nagyon extra teljesítményt vár a klubjától, hiszen valahol ezeket a frusztrációkat, vagy ezt a hullámvölgyet ki kell élni. Tehát nagyon látványos futball szeretne látni, sok gólt szeretne látni, nem egy, ugye azért az elmúlt években nagyon el lettek kényeztetve a nemzetközi poronddal, és ugye az a magyar bajnokság ez úgy el volt. Mondjad persze csak. Igazadban, hát meg lehet 3 ponttal is. Meccset, hát, hogy sok gólt szeretnének látni. Mindkét oldalon. Ráadásul zöld fején. Nem, én ezt soha nem értettem. Nyilván jobb 20 ponttal megnyerni egy bajnokságot, de szerintem... Ennek a figyelj, annyira végére hagyják, mint a Dortmund, akkor az... Hát meg amúgy veszélyes, és mert produkál egy ilyen tavaszt, mint ami most volt. Pontosan, és tényleg szerintem lehet, hogy egyébként a magyar bajnokságnak is sokkal jobb egy végig kiélezett. Abban egyetértek veled, abszolút. És nem vagyok abban biztos, hogy a Fradi szurkolók szívesebben kimennek az utolsó 3 meccsre 15 pont előnybe, mint sem egy tökre kiélezett, mondjuk egy Vidi Fradira, most akkor Fradi Kecskemétre, vagy Fradi Újpestre, hát ha az is összejön. De szerintem az sokkal jobbat tenne például az egész bajnokságnak, a Ferencvárosnak és a többi csapatnak is, hogyha lenne végre egy olyan bajnokság, ami mondjuk az utolsó 1-2 fordulóban dől el, nem pedig össze. Hát és az se ártana nyilván, hogyha nem 2, hanem mondjuk 3 vagy 4 szereplős lehet. Hát igen, pontosan. Dobogónál, igen. Igen. Egyébként ugye azért az talán tendenciaként mondhatjuk, hogy valahogy azért az energiákat ugye a nemzetközi poront felé összpontosította a Fradi. Nyilván ez annak is volt köszönhető, hogy ennyire kiemelkedett a magyar bajnokságból. Szóval, hogy most aztán egyébként hatványozottan a nemzetközi poront felé kell koncentrálni, mert nyilván a külföldiek tovább szeretnének lépni, növelni szeretnék az értéküket, és erre mondjuk ott van az a poront, az a színház erre, nem pedig a magyar bajnokság, ott tudják magukat megmutatni, szóval hogy aztán esetleg megint ez üssön mondjuk vissza.
Igen, abszolút a magyar csapatok ilyenkor az európai kupaporondra koncentrált leginkább. Ugye halasztásokat is lehetett már az első fordulóból, illetve nem is úgy sikerülnek általában a csapatoknak ezek a mérkőzések a magyar bajnokságba, amikor még talpon vannak az európai kupaporondon. Ez vissza tud ütni szerintem abszolút a pontszámokban, ami a tabellát illeti, és ez befolyásolhatja a magyar bajnokság kimenetelét is. Ennek ellenére azt gondolom, hogyha a Ferencvárost vesszük, van egy olyan mély kerete, amivel ezen a kettős terhelést bírniuk kell, és mind a két helyen eredményesnek kell lenniük, úgy gondolom. Ugye van személyes tapasztalatod, van nemzetközi meccsed a Honvéddal, az a botrányos Krajova elleni összecsapás, utána nektek hogy ment a bajnokságban? Rögtön két vereséget indítottunk, szóval abszolút nem indult jól az a magyar bajnokság számunkra. Nem tudom, hogy ez ennek betudható-e. Akkor kezdődött egyébként pont a Honvéddal az időszak, amikor 3 éven keresztül a kiesés ellen harcoltunk. Most ugye a legutolsó évben ki is esett a Kispest. Ez, hogy mennyire volt betudható ennek a kupa porondi versengésnek is, azt nem tudom. De abban biztos vagyok, hogy nagyon rosszul kezdtük a bajnokságot, és bármelyik csapattal elő is fordulhat, hogyha nagyon koncentrálunk, úgymond az európai versengésre. Ez a kettős terhelés, ez most titeket is érinteni fog, szóval szerinted mennyire lesz nehéz megbirkózni azzal, hogy BL és top bajnokság? Szerintem itt főleg inkább a fejekbe kell rendet tenni újra és újra, mert tényleg azért nem az a csapat vagyunk, aki minden évben a dobogóra hajt a bajnokságban, hanem sokkal inkább az, aki minden évben stabilan benne szeretne maradni, és az most azért egy elég erős kontraszt ez is tényleg, hogy Bajnokok Ligájában játszunk, ugyanakkor az az elsődleges cél, hogy meglegyen 40 pont ezáltal a biztos bennmaradás. És nyilván azért nálunk is kicsit kicserélődött a keret, és ezt a mentalitást ezt minden új játékosnak, meg azt mondom a régi játékosoknak is újra és újra el kell sajátítania, mert tényleg tavaly ez tartott minket össze, tavaly ettől voltunk sikeresek, és tavaly is azért bírtuk ennyire jól, mert tudtuk, hogy minden egyes Bundesliga meccs pontosan ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, mint mondjuk egy Európa Liga találkozó. Rajtol tehát az NB1 a hétvégén, közben pedig ugye nem csak a Fradi érintett a nemzetközi kupában, hanem játszik a Kecskemét, játszik a Debrecen és játszik a Zalaegerszeg. Lesz-e szerintetek főtáblás együttes, és ha igen, akkor hány csoportkörös? Én remélem, hogy 2. lesz. Az, hogy ez melyik kettő lesz. És a Fradi mellett még más. Nem, én most már nem merek ilyen tippekbe belemenni. Én szeretném, hogy legyen 2. Igazából lehet bármelyik 2. Nyilván nagyon örülnék a Fradinak, de meglátjuk, hogy mi lesz. Viszont engem csak egy pillanatra visszacsatolva, engem nagyon-nagyon zavar, hogy például a Debrecen, meg a Zalaegerszeg, ők ezt a nagy, kemény kettős terhelést, ezt meg tudják csinálni a hétvégén. Viszont mondjuk a Ferencváros a 72 fős keretével, ő nem tudja bevállalni ezt a kemény terhelést, és mondjuk a Kecskemét oldaláról esetleg megértem, hiszen ott valószínűleg egy szűkebb keretről beszélünk, de azért amikor előjön ez a kettős terhelés dolog, akkor az én persze egyetértek, hogy fejekbe rendet kell tenni, de azért azt gondolom, hogy ez nem egy éven keresztül minden héten van így, és azért azt is gondolom, hogy azért ezek a játékosok úgymond úgy kéne, olyan edzettségi állapotba kéne, hogy legyenek, hogy azért igenis a Shamrock Rovers után esetleg, ha nem is pont ugyanazok, de esetleg más játékosok meg tudjanak ütközni a Kecskeméttel. Tehát én azt gondolom, hogy azért a magyar focinak a jövőre nézve ez is egy komoly célja kéne, hogy legyen, hogy a kettős terhelést azt még bírják. Ez ráadásul ugye a történtek fényében ez még inkább. Igen, nyilván akkor még neki a BL-en számolt, amikor az első fordulós halasztás. Igen, de én mindesetre két csapatot remélek, hogy eljutnak. Ebben a konferencia ligában én azért úgy látom, hogy persze az utolsó playoff kör, ott már azért vannak komolyabb csapatok, hiszen ugye a top bajnokságokból is már ott megjelennek a 5.-6. hely környékén végző csapatok, úgyhogy ott azért meg kell egy szerencsés sorsolás, de szerintem azért nem elérhetetlen. Az MTK visszatért az NB1-be, a kis csapatot gondolom, hogy továbbra is... Bocsánat. Hányszoros magyar bajnok? Helyesen jogos, kérek elnézést. De hogy szóval szívügy gondolom, tehát hogyha ha itthon vagy, akkor lehetőség szerint kijársz a Hidegkútiba? Mindenképpen, sőt most még az új akadémiát is meg tudtam nézni.
az is nagyon tetszett, nem annyira mondjuk, mint Agárd, de nagyon örülök, hogy újra visszakerült az MTK, és nagyon fogok nekik szorítani. És azért, és nem egy rossz keret ez, hogyha azt nézzük, hogy Németh Krisztián, Stieber, Zoltán, Kádár Tamás, tehát hogy mondjuk a 16-os EB-n válogatott alap, ha nem is alap, hogy kezdő játékosok voltak, de ott voltak fixen a keretben ezek a labdarúgók, akkor mondjuk ez adhat egy olyan stabilitást, hogy nem kelljen nagyon izgulni majd a szezon végén. Persze mindenképp ők azért kellő tapasztalatot hoznak a csapatnak. Nagyon sok fiatal játékos van az MTK-nak, ugye az már borítékolható volt, hiszen ott minden évben szinte ez a koncepció. És ezek mellett azért nagyon sok tényleg rutinos volt válogatott, vagy lehet, hogy még ebben a szezonban valakit be is válogatnak, remélem annyira jól fog menni a csapatnak. De úgy gondolom, hogy azért még helyenként meg lehetne erősíteni a keretet, de most néztem az edzőmeccsöket, és egész jól néztek ki, úgyhogy tényleg nagyon szorítok nekik, és a legjobbakat kívánom nekik. Egyre inkább látjuk az európai futballban, hogy vannak olyan top edzők, akik nagyon fiatalon már ilyen magas polcra kerülnek. Az MTK-ban pedig van egy rendkívül fiatal csapatkapitány, ami talán azért meglepő, hogy ráadásul a rutinos játékosok is megszavazták, hogy Kata Mihály legyen a CK, hogy látott ezt belülről, vagy vajon miért hozták meg ezt a döntést, és megfelelő-e, alkalmas-e erre a szerepkörre? Azt nem tudom, sajnos személyesen annyira nem ismerem. Ugyanakkor az tényleg minden támad, hogy egy ilyen keretben egy ilyen fiatal játékos lett a csapatkapitány. Ahogy most néztem az edzőmeccsen, illetve utána még, ahol a csapat enni szokott a mérkőzés után, ott oda is bemehettem a kulisszák mögé. És ahogy láttam, tényleg abszolút központi figura, a rutinos játékosok is támogatják, úgyhogy szerintem egy nagyon jó döntés született, nagyon örülök neki tényleg, hogy valaki ilyen fiatalon tudja viselni a karszalagot. Szerintem ez egy nagy elismerés és nagy felelősség is pár Sulehez, de nagyon szurkolok neki, és hát remélem, hogy most a karszalag a dobogóra vezeti a csapatot, és egy év után meg eligazol ő is, és nem a Fradiba. Ez a kitétel. A tanácsod, az üzeneted innen is, hogy irány külföld. Vajon, hát azért nyilván, ahogy megbeszéltük, nem tenne rosszat a bajnokságnak, hogyha több csapatos lenne. Ettől függetlenül látsz erre egyébként esélyt, vagy megint az következik, ami az elmúlt években, hogy a Fradi azért egyed uralkodó, és kiemelkedik a ligából. Az első és legfontosabb, csak az is miatt is mondom, hogy ezt a Fradi magazinban már egyik publicisztikámban meg is írtam, hogy ha nem létezne a Fradi, akkor MTK szurkoló lennék, az biztos. De tényleg így van, tehát az a tradíció, a polgári hagyományok, minden, tehát én nagyon szeretem az MTK-t, tehát nagyon örülök, hogy ott van az MTK, és ez nagyon fontos a magyar fozó. Ugyanaz, teljesen más szempontból a Diósgyőr is egy nagyon fontos dolog, a szenvedély és annak a régiónak, tehát hogy ott van a helye, és ez is nagyon fontos lenne, ilyen szempontból, hogy például Zalaegerszegen is van futball szeretet, nagyon hagyományosan, tehát hogy ennek a Diósgyőrnek, ennek itt a helye. Nyilván egy Debrecennek azzal az infrastruktúrával, azzal a múlttal, azzal az erős közelmúlttal nagyon jó, hogyha nem vegetál, hanem ilyen, hogy az elmúlt szezonban is láttuk. Tehát ezek mind arra utaló jelek a Fradi problémáival együtt, hogy ez egy sokkal nyitottabb bajnokság lehet. Számítsuk még hozzá, a számomra is Kecskeméten nőttem föl, kölyök koromban játszottam is, tehát voltam a kecskeméti focista rövid ideig, tehát szeretem a Széktói stadiont, szeretem azt a világot, és egyébként az az egész dolog, amit ott kigondoltak és összeraktak a mesterrel, az mind le a kalappal, és egy üdítő jelenség, és nem fognak szerintem idén sem kipukkadni, mert ez nagyon végig gondolt koncepció az egész kerettel együtt. Úgyhogy én látok esélyt arra, hogy ez egy izgalmas bajnokság legyen. Sajnos ebből most a Videoton lesz az, amelyik az valószínűleg ki fog esni olyan mármint, hogy nem a bajnokságból, hanem ki fog esni a dobogós játszmából, de különben a Puskás meg az edző maradásával, illetve az nyilván
egy elég erős csapat lesz. Szóval minden esély megvan rá, hogy ne az legyen, hogy van a Fradi és van mindenki, hanem ez egy sokkal összetettebb és bonyolultabb szezon legyen. Mennyire lesz egyébként szerintetek nehezebb dolga a Kecskemétnek, mint az előző idényben, amikor berobbantak ilyen meglepetés együttesként? Azért az ellenfelek sokan úgy gondolták, azt hiszem, hogy könnyű dolguk lesz velük szemben, aztán végül is egyáltalán nem így alakult. Igen, biztos vagyok benne, hogy sok csapatot meglepett a Kecskemét tavalyi szereplése, és valószínűleg az első mérkőzéseken nem is úgy várták őket, hogy bármiféle nehézséget fognak tudni okozni számukra, viszont úgy gondolom, hogy legalább a visszavágókra már fel kellett volna belőlük készülni annyira, hogy bizony ez egy jó csapat, ez egy jó megszervezett csapat, technikások, jó játékosok alkotják, és mégse bírták megverni azért őket, vagy tehát nem mindenki, és ez abszolút olyan dolog szerintem, hogy a Kecskemét az idei évben is jó színvonalat fog focizni, és sokkal jobban fogják várni őket nyilván, de szerintem nem fog ez nekik gondot okozni. Fehérvárra pedig vár a megújulás. Ezek a döntések, amik megszülettek, nyilván kényszerűségből részben, hiszen távozott a névadó szponzor, de akár lehet ez valami újnak, egy új esélyként esetleg megragadhatja ez a csapat, hogy most építkezni kell. Szerintem mindenképp. Szerintem már, ami igazából ugye télen elkezdődött a csongvai katona vonal, szerintem, hogyha ezen a vonalon haladnak tovább, és nem tucat légiósokat, mert azért a Videótonban azért mindig megtalálták azokat a légiósokat is, akik hosszú éveken keresztül tudtak segíteni, de hogyha ezt a magyar fiatal jó játékosok vonal tudják tartani, és tényleg össze tudnak szedni olyan játékosokat, akit hozzá tudnak tenni, akkor szerintem azért hosszú távon a Fehérvárnak igenis helye kell, hogy legyen ebbe az NB1-be, de ez az év ez nekik biztos, hogy nagyon nehéz lesz, illetve csak vissza akarnék csatolni arra, hogy ugye mondjuk, hogy volt a Fradi meg a többi csapat, de azért ehhez az kellett, hogy a Fradi azért tavaly nem verte végig a bajnokságot. Tehát, hogy ő ment egy 75%-os szezont, és ha lett volna mondjuk még két csapat, aki megy egy 75%-os szezont, akkor ez egy tökéletes szezon lett volna. Helyett az volt, hogy a Fradi ment egy 75%-os szezont, viszont az összes többi csapat meg olyan szinten körbeverte egymást, hiszen ez a úgymond a többiektől leválasztott bajnok csapatunk, ez ugyanúgy az utolsóval is le tudott x-elni, tehát hogy én szerintem nem arról volt szó, hogy most van a Ferencváros és vannak a többiek, hanem ezt egyszerűen neki egy kicsit így felkínálta a többi csapat azáltal, hogy ott nem volt meg az a két-három csapat, aki le tudott volna válni a mezőnyről, és izgalmasabbá tette volna a dolgot. Úgyhogy én szerintem, bár imádom őket, de egyáltalán nem foghatatlan ez a Ferencváros, és tud ez izgalmasabb lenni, hanem az, ami régen volt, ugye jellemző a bajnokságokra, hogy mindig volt egy 5 élcsapat, akik egymással küzdöttek, volt egy 3-4 csapat, akik a kiesésért küzdöttek, ez most teljesen megváltozott ebbe a rendszerbe, és nem tudom, hát 4 héttel a bajnokság vége előtt az, hogy még nincs meg az, hogy ki a biztos kieső, az egy tök izgalmas dolog, de az is egy fura dolog, hogy 4 héttel a bajnokság előtt a 3. helyezett meg a 11. helyezett között 5 pont van. Ez is egy ilyen izgalmas dolog, de nyilván izgalmasabb lenne, hogyha a bajnoki címér is ilyen harc folyna. Én szerintem idén, ugye nagy kérdés az MTK, rájuk ugye mindig az volt a jellemző, hogy vagy rögtön, ahogy visszajutottak, már a bajnoki címért küzdhettek, vagy pedig sajnos visszalifteztek. Hiszen azzal, amit ők képviselnek, hogy igenis bevetik a fiatalokat, játék lehetőséget adnak, és folyamatosan hozzák föl őket, ezzel persze biztos, hogy vannak olyan szezonok és olyan csapatok, akik arra képesek, hogy versenyben legyenek akár a bajnoki címért is, főleg akkor, hogyha egy 3-4 meccs jól sikerül, belkerülnek egy olyan kerékforgásba, ami végigviszi őket, de ugyanakkor az is biztos, hogyha mondjuk ezek a játékosok, akik most kerülnek föl először az első osztályba, most kapnak először lehetőséget, és van pár meccs, ami rosszabbul sikerül, akkor gondolom ők azt nehezebben élik meg, úgyhogy az MTK-tól én azt várom, hogy vagy a dobogóért, vagy a kiesésért fog küzdeni, de hogy az 5.-6. hely környékén nem lesz ott, abban biztos vagyok. És hát ugyanilyen sötét ló ugye a Paks, ki tudja, hogy több gólt lő-e, mint szerez, vagy a Fehérvár. Én azt hiszem, hogy a Kisvárd, a Mezőkövesd, talán ők lesznek azok, akik szerintem most egy kicsit hátré fognak végezni, így az erősítések meg a felkészülés alapján, és a Fradinak meg figyelnie kell, mert szerintem Debrecen, Puskás, Paks, MTK,
kérdés ugye, hogy mi lesz az Újpesttel, ott is ugye a háttérben. Aztán még nagyon jó szerintem a magyar bajnokságnak egy jó Újpest. Igen, hogyha nem lenne meg a 1-23. Fradi győzelem, hanem egy szemosan oda pirítana az Újpest, de ez is tényleg. Szerintem ennek ti is örülnétek, ha kicsit jobb lenne. Ez így nem derbi, meg ennek így nem. Persze. Ez így van, ez abszolút így van. Ez abszolút így van, egy nagyon erős Újpest nélkül totálisan felemás az egész. Hát de ez csak a... Tehát, hogy... Na jó, minden mesterre nem beszélünk, de hogyha van 11 csapat, ami úgymond olyan kézben van, amilyenben, és van egy, ami ugye most még egyelőre nyilván másmilyen tulajdonosi háttérre rendelkezik, tehát hogy amíg ez ott nem fog megoldódni, addig azért ezt nehéz lesz elérni, bár van egy nagyon jó edzőjük, aki szerintem az NB1-nek az egyik legjobb edzője, úgyhogy reméljük, igen, egy erős Újpest az mindenképp kéne. Gyakorlatilag a Tamijai kapcsán azt mondtad, hogy legyen az a cél számára, hogy fusson jó NB1-es idényt, és utána, amint teheti, akkor igazoljon külföldre. Amikor te hazajössz a válogatottba, azért vannak, a legtöbben most már külföldről jönnek vissza, de nyilván vannak olyanok, akik az NB1-ből kapnak meghívót. Érzel egyébként különbséget ilyenkor bármiben, játéktudásban, mentalitásban, az erőnlétben azok között, akik külföldön, illetve azok között, akik itt az NB1-ben játszanak? Néha kicsit az a furcsa, ami teljesen normális, hogy ugye hát azért a válogatottban nem olyan edzések vannak, hogy ott kell megszerezni az erőnlétet, hanem gyakorlatilag van három, illetve kettő vagy három edzés eddig mindenki együtt, hogy felkészüljetek a mérkőzésre, és akkor ott azért teljesen más szokott lenni úgymond az iram, mint mondjuk egy Bundesliga edzésen. Viszont amint elkezdődnek a meccsek, szinte az összes NB1-ben játszó játékos szintet lép, és tényleg olyan teljesítményt rak le az asztalra, ami megsüvegelendő, és például itt Fiola Attilát láttam mondani, akit még nem láttam a válogatottban rosszul játszani például. Videóta meccseket nem nézek, de bocsánat, Malvidi meccseket nem nézek, de azt tudom, hogy a Fityó minden válogatott edzésen is, és minden mérkőzésen is tényleg azt mondom, erőn felül teljesít, illetve tényleg szerintem senkinek egy rossz szava nem lehet rá, milyen teljesítményt lerak az asztalra a válogatottban. Egész hiszen a külföldön játszók felhúzzák akkor, vagy hogy ez egyébként minek köszönhető? Szerintem valamilyen szinten biztos, hogy azért jó, hogyha mondjuk olyan játékosok között edzel, akik mondjuk hétről hétre a top ligában játszanak. De akkor ez a néhány edzés, ez elég ezek szerint? Szerintem nem arról van szó, hogy most három edzés elég, hogy valakit felhúzzon, egyszerűen tényleg csak az, hogy az az illető felvegye a címeres meszt, és az akkora löketet adjon neki, meg tényleg nem tudom, hogy a NB1-es csapatok milyen pillanatban milyen körülmények között készülnek, de az biztos, hogy nekünk ott a válogatottban mindenünk megvan arra, hogy a lehető legjobbunkat hozzuk ki magunkból, és azért biztos, hogy mindenkinek nagyon jó a legprofibb körülmények között készülnie. Nekem is, hiszen a válogatottban tényleg olyan körülmények vannak, mint mondjuk amilyen Berlinben nincsenek. Hát még mi az a 60 ezer ember? Pontosan. Persze összetett ez, és nagyon sok magyarázata, illetve apró kis szegmense van ennek a történetnek, az egyértelmű. Mondjuk ott Varga Barnabás egyébként, kíváncsi, hogy milyen hatással volt rátok, amikor bemutatkozott a válogatottban, és nyilván most nagyon nem jól alakult ez a ferencvárosi történet az ő szempontjából, de hogy egyébként neked például hogy tetszett az ő bemutatkozása? Szerintem nagyon jó volt. Számomra pozitív volt, tök reaktív volt, nagyon jól behajtotta azokat a taktikai utasításokat, amiket egy centernek be kell a válogatottban. Mozgékony volt, folyamatosan kérte a labdát, főleg az a ritkább, amikor valaki ilyen aktív, így mondjuk az első meccsein szerintem. Úgyhogy szerintem nagyon jól beilleszkedett, és remélem, hogy még minél több meghívót fog kapni. Nekem melyik volt az első meccsed? Törökország szeptember, 2020 vagy 21 szeptember, nem tudom. És Ezika. Az izgultál? Nem izgultam egyébként annyira, ezért is jó, hogy például Szali Atimára pályán volt, Domi a pályán volt, tehát olyan játékosok mellé álltam be, akik amúgy a haverjaim, szóval nem azt mondom, hogy izgultam, nyilván meg volt így az a sajátos érzése a dolognak, az ember először volt válogatott, először
léphetett pályára, úgyhogy minden percére emlékszem, meg tényleg nagyon örültem neki, mert egy olyan szituációba álltam be 0-0-nál, hogy tényleg egy kiki meccs volt, ráadásul egy tét meccsen, Nemzetek Ligája meccsen, és végül is meg is nyertük azt a Domi szabadrúgásával, úgyhogy az egy óriási emlék maradt számomra. Nem azt mondom, hogy izgultam, inkább az, hogy nagyon vártam meg, szinte el se hittem, hogy ez bekövetkezik ez a pillanat. És mi meg azt várjuk nagyon, hogy a válogatottságaid számát minél előbb növelni tud, és mielőbb visszatérhessél, és nagyon örülünk, hogy itt voltál. Mindannyiatoknak nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. A hétközi forduló már a véget ért. Egy hét múlva már megbeszéljük az első forduló legizgalmasabb kérdéseit és történéseit. És hát ne feledjétek tehát, hogy kövessetek bennünket minden fórumon, Instán, Facebookon, Twitteren, TikTokon is megtalálhatóak vagyunk. És persze az nb1.hu-n pedig a híreinket olvashatjátok. Szóval a hétközi forduló egy hét múlva jelentkezik majd ismét. Mindenkinek minden jót, sziasztok!